A fürdő történetében a 2018-as év volt a legsikeresebb. A forgalom most először haladta meg a 4 millió eurót. A nyereség az előző évhez viszonyítva 93%-kal emelkedett, és több mint 428 ezer fürdővendéget fogadtak. Az elszállásolásból származó bevétele a fürdőnek az jelentősen megnövekedett az előző időszakokhoz képest, és segít nekünk abban, ami a fürdő hosszú távú sikeressége szempontjából nagyon fontos, hogy több lábon álljunk. Jelenleg két beruházás zajlik. A nagy úszómedence teljes körű felújítása a tervek szerint május végére fejeződik be. A medence sokkal nagyobb felülete lesz aktívan kihasználható, hiszen csökkentettük a vízmérséget, másrészt pedig áttérünk a recirkulációs üzemmódra, amiben a medencében folyamatosan garantálni tudjuk a jó minőségű, tiszta és megfelelő hőmérsékletű medencevizet. Uniós forrásból modernizálják a tópartot, amelyet egy híd köt majd össze a tó közepén lévő szigettel. Létrehozunk egy rendezvényhelyszínt, hogy a fürdőben zajló eseményeknek egy jobb kulisszát tudjunk biztosítani. Céljaink közé tartozik az is, hogy a tónak egy részét elkerítve fürödhetővé tegyük, ezzel jelentősen növelve a rendelkezésre álló vízfelületet. A közeljövőben megújul a tó melletti panzió, ahol egyúttal növelik a szobák számát. A szállodai vendégek részére dedikált parkolót terveznek, továbbá átalakítják a főépület környékét.